Egy rendkívüli emberi sors. Egy példamutató jellem a 20. századból. Részt veszünk versenyeken, és nem álmodozunk, nem sopákolunk, nem tippelünk, hanem csináljuk. Vagy sikerül, vagy nem. Ez a vállalkozás szelleme. Máriás Ferenc már 12 évesen Mincentről biciklivel járt Budapestre kubikos munkát végezni. 12 óra volt, amikor szélen szemben. Fölvették. 8 óra, hogy a szél alá. Az segített a szél. Cseppelen dolgoztam. Hát ott volt a munkahely. A második világháborúban a hadifogságból kalandos úton megszökött. Állandóan járt az eszem a szökésen, nem is féltem a haláltós, inkább halljok meg a bácsak, ne ügyenek ki. Erdészként dolgozott, nyugdíjba vonulásáig. Megmondtam ezt a főzés, kézés, akkor mosogatás. Egy lukban voltam, untam. Gondoltam, valakit feleségül kéne venni, mert 27 éves voltam már. Úszni tanította lovait és bikáit, velük együtt úszott az örvénylő Tiszában. Kivitt mindenhová, átment a Tiszán túlra, hát, de úgy is neveltem őket. Úsztunk a Tiszán át, meg vissza is gyűjtünk. Kalandos életéről vall egy rendkívüli ember, aki végigélte a 20. századot, és 89 éves korában is lóra ült. Máriás Ferenc erdész, életem. Varga Árpád Zsolt életrajzi dokumentumfilmje.